Ó, igen, a Tekken 7 egy ideje kint van már, és most elérkezett a pillanat, hogy készítsek róla egy rövid kis bemutatót nektek. A széria legfrissebb darabja robbanásszerűen növelte a Tekken fanok számát, ami szerintem nagyszerű dolog. A játék kifogástalan szórakozást biztosít az egész család számára. Nagy felbontású textúrák, az összes eddig kiadott rész fülbemászó zenével és persze az újakkal. A játék immáron Unreal 4 Engine-nel dübörög multiplatformon, nem kis túlzással minden háztartásban. Vitathatatlanul az egyik, ha nem a legdinamikusabb rész a szériában idáig. Minden újításával, mély és friss sztori módjával, nem túlzás, ha azt mondom, hogy remegő kézzel választottam ki a teljesen új és letisztult karaktereket, melyek élénk színfoltját képezik a Tekken univerzumnak. Egy minden téren összeszedett játékot kapunk alig 20.000 forintért. Élvezhető online multiplayer lehetőségekkel, színes és változatos kosztümizáló rendszerrel, és egy minimum szórakoztató harcrendszerrel. Nagyon jó verekedős játék, minden kazuál, vagy pro, vagy egyszerűen vérkeringéssel bíró ember és vagy állat számára. A Namco nem pihent, nem volt rest, nem fáradt el és nem tört meg egy percre sem. A cucc minden egyes aspektusában árasztja magából a profizmust. Nem is húzom tovább az időt, hisz egy szinte kifogástalan VS játék, és egyben egy hatalmas tisztelgés minden valaha kontrollert a kezébe tartó ember előtt. Az első perctől az utolsóig. Hát ennyi lett volna már a srácok. Én KRX voltam, sziasztok! KRX. Ki vagy? Én. A lelkiismereted. Azt hiszem az MGS 5 óta nem találkoztam veled. Mondd el az őszinte véleményedet. Figyelj, ez az internet. Itt ezt nem szeretik. Tudom. Érted? Ennyi pénzt kiadnak valamiért, és én meg mondogassam, hogy nagyjából fölösleges volt? Igen. A másik, hogy itt senki véleménye sem számít igazán. A mai kommentkultúra senkik futtatása, és erről nem a senkik tehetnek, hanem akik futtatják őket. Igaz. De gondolj bele, hova vezet ez. Milyen minőségi romláshoz? Ismerlek. Nem tudnál utána nyugodtan aludni. Végül is, akár játszhatsz Metal Gear Solid Survival-lel, vagy Silent Hill pacsin. Na jó van! Csapassuk! Na jó, ne húzzuk tovább a drága időt. Én alapból leszarom, hogy mit tudsz és mit nem. Megkínozlak és kész. A játékokat a següknél fogva fordították ki magukból a gyártók az elmúlt időszakokban. Egy FPS-ben már inkább bunyóznak, míg egy fighting game-ben inkább már lőnek. Ami a skill, risk-reward, belefektetett idő és kreativitás négy arany korintoszi oszlopán lévő kompetitív gameplayt illeti, teljesen átcsúszott a Mobafire Pistike beleül a Plaza Facebook Mikulás ölébe és skillt kér karácsonyra. Tevékenységben kimerül. Ez az a fajta játékos, aki megkérdezi játéktól függetlenül, hogy ki a méned. Ez olyan, mint hogyha sakkban megkérdezné valaki, hogy és lóval tudsz? Ezek a történetek akkor kikerülhetetlenek, amikor már egy régóta remegő lábakon álló címet céloznak be, jelen esetben a Tekkent. Sosem volt titok, hogy Haradáék annyira kreatívak, hogy az utolsó négy részt komplett új mozgásait és karaktereit más, már kihalló félben lévő címekből kopintották. Valamint története értelmetlensége, gagyisága és komolytalansága üti a Dead or Alive-ét, de akár a Nokia Snake-ét is. Vagy hogy a Tekken 6 óta hallgathatatlan csibeszaros tablettás disznótoszó technóval töltik fel azt a lemezt, ahol a játék a maximum 2 gigabájtos foglalt területével a sarokban ül és fél a pacsinkó sorstól. Hoppá, várja! Az eddigi részek hiába kerültek a fa alá leárazva, és annas meg kellett vele tanulni játszani. Nem volt annyira jumping a téma, de természetesen a mai rohanó világunkban nem azért játszunk, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy kamusikereket hazudjunk, nem csak hogy önmagunknak, de a külvilágnak is, ez de mozva verjük a Donkey Kong virtuál mellünket. És pont ezt a közönséget találta meg mára a Tekken is, az udvaron összeterelt Twitch streamer nemzedékkel,
a megrendezett versenyekkel és az elénk hazudott Kamu Tekken Crash-sel. A Tekken 7 egy jól kinéző verekedős játék, ezzel nincs semmi gondom. És mégis a legtöbben azért panaszkodnak, hogy csúnya. És akkor szorulnak ökölbe a lábujjaim. A tehetségtelen Narco Bandai a főbohóccal az élen outsourcelta a félgémet, és így a Havok motor dobta a kukába és befizetett egy körre az Unreal-nél. Na szerinted miért jött ki PC-re ugyan már? Sőt elsőre PC-re jött ki. Honnan downgrade-elték PS4-re és Xbox-ra ugye? Tisztes távolságból igen szép a game, a motor viszonylag jól működik. De ezek kész dolgok, ezeket nem ők fejlesztették. Viszont a benne mozgatott dolgok olyanok, mint amikor valaki a kettesért stand-upol a táblánál, a tanár pedig jó fejségből inkább már a hétvégéjéről kérdez, hát ha arra tud valami jó választ adni. Paul olyan, mint egy kibaszott majom. Gigász az egy hentai robot cyberszar, akinek nincs mozgása. José az a Bruce. Sushimitsu megkapta a hűtőbe rohadó összes szolkalibur mozgást. Shaoyu megint fiatalabb 2 évvel. Se baj, Márti. Ahova most mi megyünk, ott nincs szükség logikára. Nina az Kill Bill, Miguel egy Pokémon lett, Claudio az nagyjából Rugal és Kane kukázott mozgásokkal. Lucky Chloe egy bődületesen újrahasznosított kísérleti popkulturális szűzhártya cosplayer. Levegőt. Fasza, hogy megtalálta a játék a célközönségét. Kit tegyünk bele? Rendőrt? Építőmunkást? Kommandóst? Ügyvédet? Orvost? Nővért? Ne, cosplayest. Csalódtam, bazd meg, Conchita Wurstot vártam gondmozgásokkal. Katarina egy új mélysége az igénytelenségnek. Harada vagy lábon hordott ki egy agyvérzést, vagy egy hirtelen leülés pillanatában elhagyta a frontális lebenyét, de betette a játékba Donald Trump feleségét, és csinált belőle egy egygombos szörnyeteget. Olyan mozgásokkal, hogy emberi test nem hajlik úgy, és olyan arccal, ami megkérdőjelezi az aktuális évszámot. Kazumira később visszatérek. A kosztümizálás lehetősége az olyan színes és ötletes, mint 2 év felfüggesztett. A Tekken Tag Tournament 2 rendszerét kapta, csak a lényegesebb és ötletesebb aspektusaitól és komponenseitől megfosztva. Hallottam olyan varázs Kotaku hírbombát, hogy lesz még DLC tartalom, ami a ruhákat illeti és ami a karaktereket is, ami amúgy azért baromira okos, mert Ázsiában a játék kijött 2015-ben. És versenyjátékosokkal tesztelték azt, sőt, az első 50 versenyt Nobi nyerte D2-vel. Aki érti, érti, aki nem, az... 2,5 évvel később mi is megkaptuk a játékot, ami az első kipróbálást illeti olyan volt, mint egy indie bunyós cucc. Ha 4 ember csinálta volna 1 évig, akkor azt mondom, jó van. A fekete piacon meg lehet venni a moveseteket, nem csodálkoztam volna, ha... A játék egyik legfőbb bűne, hogy arcátlanul megpróbálta komolynak hazudni magát. A story módban, ami annyira volt szórakoztató, mint egy Superman Richard Pryorrel. De értelme is annyi volt. Kazumi Heihachi felesége, barátnője, társa járta a fightereket és mindenkitől a legjobb technikát eltanulta. Majd nyilván, mint egy tipikus mester és tanítványa a történetben, az egyik a másik ellen fordul és bum, villámos felütés. Így Kazumi összeszűrte valahogy a levet, még Akumával is, aki később eljött bosszút állni Heihachi által megölt Kazumin, és ugye belekerült a Devil vérvonal is a Mishima családba. Stb. És innen már tudjuk. Ezt akárhogyan is szeretném komolyan venni, ezt nem lehet. Így lefordítva, körülbelül olyan komolysággal bír, mint egy Balázs show. Heihachi megdugta Kazumit, aki összefeküdt minden büdös lábú karatéssal, majd életet adott Heihachi nemi beteg fiának, akik apjával utálják egymást 10 részen keresztül, mert nem tudják, ki a nagyobb szifiliszes. Meg lett a DNS teszt. Húzzuk el a falat és lássuk, hogy mit szól mindenhez. Jó, lássuk! Azt hinnéd, ez a vicc, de nem. Kazuya 3. szemével szétlő egy műholdat, ahol én már vizet tudtam volna csavarni a székem karfájából. Majd utána Dragon Ball harc egy vulkánban. Érdekes. Azbesztes nemi baj. Utána Harada megmutatja, hogy miből tellett arra, hogy ki tudják portolni konzolokra is a játékot, egy Akuma SNK boss fight keretein belül. De amúgy köpök rá, nem is számítottam ennél jobbra. Hát nézzétek már meg ezt a faszit, berepült az irodájába, hogy Ono székletét a nyelvén lapátolhassa át a rég megbukott játékába. Szóval ezt még mind meg is bocsájtanám, ha nem lenne az a kurva nagy színjáték és kétszínűség, és virtuális kettős mérce, amit manapság produkáltok.
Egész eddig az volt a gond, hogy a Street Fighter 25 éven keresztül nem tudott változni. Kijött a Street Fighter 5, ez túl sok váltás, fúj, ez szar. Kijött a King of Fighter 15, nincs megrajzolva, fúj, ez szar. Kijött a Dual 5, ez a játék unskilles, meg tele van Virtua Fighter-es karakterekkel, fúj, ez szar. Kijött az Injustice 2, ez az mainstream, még csak sztorit sem kell kitalálni semmilyen karakter mögé, hisz körülbelül 20 évben ebből él Hollywood és minden egyes játékgyártó cég. Lövöldözzük egymást Deadshot-tal, zónázzunk meg ez a spacing. Persze, a NetherRealms 4 éve Sonic Foxnak, meg a meg nem értett Jackson 5-nak csinálja a játékait. Még szép, hogy vágják. De ez attól még nem kompetitív és nem verekedős játék. És ez a fajta butaság elérte a Tekkent is. Volt már egy előrengés a dolgoknak. Soul Calibur 5, ahol bejött a Super, maga a játék eltűnt a köztudatból, konkrétan megbukott, mint VSG-m. A Tekken kapott egy rakás könnyítést, az eddig megtanult mechanikák mehetnek a kukába. Nemhogy nem lehet, hanem nem érdemes úgy játszani, mint azelőtt. Mindenféle kreatív munkának a legdurvább megúszása ez a rész. Képzeljétek el, hogy kicseréltek két propertit. A screw mozgást felcserélték a bounddal. Kész! Ennyi, kész, tessék! Ennyi, kész! Ez a kitéregetős adok-kapok is átváltott egy egyirányú mágnespályás egyvonalú pötyögésbe. Minden karakter érezhetően könnyebb lett. A Rage Art az egyenlő a Mortal Kombat 10-es X-ray-jel. Ugyanúgy kapsz egy pajzsot, és egy hatalmas nagy damage-et tudsz kiosztani az ellenfélnek. Ott van még a Rage Drive, ami szerintem egy elég jó dolog lenne, hogyha rendesen átgondolták volna. Mortallal szemben ezt nem tudod akár egy menetben háromszor is használni, ugye X-es move, hanem itt egyszer tudod ezt eljátszani egy menetben, de nem lesz rá szükséged. Egy mozgást elnyomsz, az frame pluszt kap, de nem tudod variálni, hogy melyik mozgást teszed rá. Ez egy teljesen jó mozgás lenne, de, mint mondottam, egy menetben egyszer tudod használni, és nincs rá szükség. Ugyanis marhára rosszul túlnoltak a sebzések. Pol, 2 hit, 70 damage. A Rage ugyanúgy benne van, ha lehet rosszabb, mint valaha. Fal mellé vagy sarokba kerülve a játék kritikus problémákat demonstrál. A játék láthatatlan erőfalként lepörgeti az egyik karaktert a másikról. Kamera problémái, szegényes kombó lehetőség, az egyhangú pályák, mint kiépítésünkben egyhangúak. A játék bajon mechanikák kerültek be, amiket annak idején glitch kombó videókban csináltunk. Akaratom ellenére a praktik módban kimegyek a pályáról, ami egy idő után baszott zavaró. De TTT2-ben egy fél nap kellett hozzá, hogy elérd ezt az eredményt. A sebzések miatt olyan hamar lemegy egy menet, hogy az embernek rendesen hiányérzete támad. Limitált mozgási lehetőségek, töltési idők, közel használhatatlan online mód konzolon. Tournament módban, ha valaki kilép, elviszi a pénze részét magával. Jaj, Istenem! Srácok, nem lehet és nem is szabad patika mérlegre rakni a szórakozás intézményét. De ha itt valakinek le kéne vezessem, hogy azzal, hogy régi tekkenesként ezzel leül, mekkora kompromisszumokat vállal, akkor sajnos abba a serpenyőbe sokkal több dolgot tudnék rakni, ami azt bizonyítja, hogy ez egy gyenge rész. Rengeteg mindent, ez megint csak egy összeolvozása az összes többi verekedős játéknak. Megint a faltörés, a groundtörés, az alapvető bound rendszer, konkrét karakterek, mint Lucky Chloe, az ugyanaz, mint Mary Rose a Doából. Ezt mind a Doából vették át, Mortalból most ezt a pajzsos műsort, ezt az X-ray-es dolgot, amit Rage Art, akkor most hadókenek jönnek. Mi lesz mi? Namco ilyen mélyre még nem hajolt 5 forintért. Ez egy szegény ember Tekken pótli. Hát várjunk! Ezzel nem szegény emberek játszanak. Ez nem a vékony pénztárcára van már szabva. Megvenni egy konzolt, megvenni hozzá ezt a játékot, és hogyha esetleg neked olyan különleges vágyaid vannak, mint hogy egy sticket összerakjál, vagy esetleg használtan vegyél, ez már javában túlmutat azon, amit szegénységnek hívunk, legalábbis az én értelmezésemben. Ezek után nem kell nagy felismerő képesség ahhoz, hogy észrevegyük, miért nem akarják sokan beismerni azt, hogy olyan dolgokra költötték a pénzt, ami lehetséges, hogy most ez nem jó, nem sikerült, egy gyenge részt vettek valamilyen játékból. A régi versenyjátékosok fizetve voltak, hogy promózzák ezt az egészet. Úgy látszik, hogy van az a pénz, amiért úgymond korpásodik a hajuk. És
biztos vagyok benne, hogy most valaki a monitor előtt azt mondogatja, hogy miről beszélek, mert VS-re ez a rész alkalmas, sokkal jobb, mint a Tekken Tag 2 volt. Hát én erre meg annyit mondok, hogy az nem kihívás. A játék előtt volt 6 rész. Már réges-rég készen volt itt a karaktereknek a 80%-a. Nézzétek meg Lucky Chloe mozgásait, annyira új a karakter, szinte még bontatlan. Minden mozgása egy másik, régebbi karakterről van áttunolva. Csúszkákkal állítgatták, hogy melyik támadás hol jöjjön, vagy mennyit sebezzen. Ezeket már láttuk. Ott van King. Marduk mozgása, Armor King mozgása. Ezeket már ismerjük. Kazuminak is, Jinpachi is mozdulatai vannak. Mindegyik új karakter ripoff. És vannak olyan pályák is, amik úgy néztek ki, mint hogyha egy PlayStation 2 pályán kimentem volna a térképről. A legbosszantóbb, hogy tele van ez az egész dolog elfogult emberekkel, akiknek teljesen mindegy, hogy mit kapnak, ha Tekken van ráírva, akkor azt ajnározzák, és azt mondják, hogy ez a fejlődés útja. De vegyük már észre, hogy ez nem az. Ez egy zsákutcája a fejlődésnek. Ez a Tekken szerintem a jobb helyett van. Ez az, ami maradt. Nem azt mondom, hogy a játék játszhatatlan. Hazudnék, hogyha azt mondanám. Egy VS pötyögésre alkalmas szerintem egy fáradt vasárnap este. A kombó videó készítőknek ez a rész a Tekken Tag 2 után konkrétan egy üres semmi, egy használhatatlan basic játék. 2,5 perces kombó videókat adnak ki a nagy kombó makerek. Ne vicceljünk már egymással. A játék denuvóval volt védve, ami azt jelenti, hogy feltörés ellen gátolták. A negyedik nap feltörték, le lehetett szedni, és lehetett vele online játszani. Nekem a mai napig ez van a gépemen, ha tetszik, ha nem. Teljesen ingyen tudom azt használni, amiért mások sok pénzt kifizettek. Ez sehogy sem igazságos. Ez a vége annak, hogyha PC-re kiadnak egy ilyen játékot. A legszomorúbb, hogy az első perctől kezdve, amikor 2015 elején láttam róla videókat. Már tudtam, hogy ez lesz. Semmi meglepetést nem okozott. Én nem szoktam mindent ilyen kritikusan nézni. Viszont, hogyha van egy ilyen alaptörvényszerűségem, amihez próbálom tartani magam. Hogyha én el tudom képzelni jobban a dolgokat, akkor felteszek kérdéseket. És hogyha ilyen gagyi válaszokat találok rá, mint például a Tekken 7, akkor abba belemegyek bővebben. És én nem hiszem, hogy ez volna a fejlődés útja. Ez a fejlődés útja. Egy szó mint száz, most már ki kéne takarítani azt a frigót, ahonnan a Namco szokta kipakolni az alig romlott kis cuccait. De lehet, hogy hamarosan el kéne jönni az ANTS-nek és bezárhatnák az egész boltot. Na én KRX voltam, sziasztok! Ez a jövő. Ez a jövő útja. Ez a jövő útja. Ez a jövő útja. Ez a jövő útja. Ez a jövő útja.